Régen volt 1993. március 25, hiszen ugye immár több mint három évtizede, hogy az 50-es éveket követően újjára élet a Virmolti Sportegyesület, amely immár háromszor nyerte a jogot, hogy a magyar labdarúgás legfelsőbb osztályában megmérethetessen. Megismertette az ország távolabbi pontjai, hogy 1975-től Győrben került a két világszó Virmolt nevét. Jelentették, hogy a történet főszeretői a Horváth családban és a Horváth Ferenc, akinek ez irányú örökségét a tekintetben és tisztelettel viszik tovább fiai Ferenc és Ernő. A Virmolti Sportcentrum egyik évkőve 2005-ben a 22. játékos Alkufestadion, amely azóta ott van az egyesületnek. Az elmúlt hétvégén tartott a nagyszabású díjátadó gáláját a 25 éves jubileumát ünneplő Győri Sportcsillagok emlékeit gyűjtő alapítvány. A jeles eseményen tudunk tulajdonosai testvérpárja Horváth Ferenc és Horváth Ernő a Virmolti sportélet fejlesztéséért, az infrastruktúra kialakításáért és fenntartásáért Győrváros sportáért életműdíjat vettek át. Ennyi írós elismeréshez a Virmolti Sportegyesület minden tagja és szimpatizása nevében egyben köszönetünket is kifejezve, szívből gratulálunk. Hajrá Virmolt! Gólgazdag délután kívánok, kedves televízió nézőknek, az NB2 19. fordulójából jelentkezünk Girmótról, ahol a hazaiak a feketében játszó Soroksár SC csapatát látják. Vendég a Girmót a megszokott rikító sárga szerelésben, és hát méltatták a hazai egyesületet még a kezdőrugás előtt. Az összeállítások a vendégeknél a kapuban 32-esen Mergöl, mezőnyben 4-es Kékesi, 5-ös Kaján, 6-os Német, 7-es Katona, 8-as Dobos, 20-as Lovrencsics, 23-as Króner, 29 Korozmán, 38-as Vas, 77-es Vince, és rögtön sípszó hasít a Girmóti éterbe. A játékvezető Bana Gergely adott szabadrúgást a hazaiaknak, segítője Széchenyi István és Kis Balázs. A hazaiaknál az összeállítás a kapuban Hásfalvi 51-essel, mezőnyben 5-össel Lányi, 10-es Szegi, 11-es Adamcsek, 20-as Kovács, 39-es Hudák a csapatkapitány, 67-es Csörgő, 70-es Medgyes, 73-as Kicsun, 95-ös Madarász és 99-es Kovács. A cserékkel nem untatnám önöket, mert rengetegen vannak, ha valakit becserélnek, természetesen majd mondom. Annyira sok néző nincs, pedig nagyon jó az idő, ahhoz képest, hogy a tavasz azért még egy kicsit várat magára, és rögtön egy sárga lap, paprikás hangulatban kezdődik a találkozó. Az előbb láttunk egy szabadrugást hazai oldalon, most pedig besárgul a Girmót 95-ös számú játékos, a Madarász. Annyira nem tűnt egyébként indokoltnak a fal, ott a felezővonal környékén, nem mondanám, hogy megindult volna egy soroksári kontra. Szóval annyira sok néző nincs, bár a hangulatra nem lehet panasz, mert elég jó zajkeltő eszközökkel szerelkezte fel a vendégszurkolók is és a hazaiak is. Hát egy olyan 200-an lehetnek talán, az időjárás pedig tökéletes, nem annyira télies, nincs hideg, 10 fok fölötti hőmérséklet, és két olyan csapatról van szó, amelyek talán nem ostromolják még a dobogós helyezéseket, de általában fej-fej mellett szoktak végezni a tabellán, és most is közel vannak egymáshoz. Tavaly ugye a Girmót 6. lett a bajnokságban, míg a Soroksár az 5. egyetlen egy pont választotta el őket egymástól. A Soroksár akkor 61-et gyűjtött, a Girmót pedig 60-at. Idén eddig a Girmót áll jobban, 9-ek a tabellán 23 ponttal, a Soroksár pedig 12-dik 21-el. Majd hogyha a játék lehetőséget ad rá, akkor elmondom, hogy melyik csapat mennyit nyerhet ezen a találkozón, mert bizony több helyezést is javíthatnak egy-egy esetleges győzelemmel, úgyhogy emiatt talán a döntetlenre a legkisebb az esély. De hát majd meglátjuk, hogy ki hogy töltötte a telet, mennyire sikerült megerősödni tavaszra. Az biztos, hogy elég erősen egymásnak ugranak a csapatok rögtön itt az első percekben. Nem tartalékolnak az energiával, 2,5 perc telt el, helyzet még nincs, inkább mezőnyben gyűrik egymást. És egyik csapat sem adós a másiknak egy-egy keményebb belépővel. Itt is látunk egy szerelést a Soroksártól, aztán a visszapassz. Most sikerül megnyugtatni a labdát. Kékesi kapja. Keresztbe mozgás nincs, mindenkinek megvan a párja. Kékesi cipeli egy darabig, aztán kidobja oldalra. Szegi próbálja megakadályozni a beadást, ezt sikerrel tette. Német, onnan már jön a beívelés, de pontatlan, ki lehet engedni, még egy lökés. Kicsit feszültséglevezető jelleggel Lányi az, aki durrant egyet a hazai reklámtáblán. Különösebb fájdalmat nem okozott neki, inkább csak hangos volt. Mindkét együttes próbál keményebbnek, agresszívabbnak tűnni már itt az első percekben. Reméljük, hogy ez a nagy küzdelem azért nem megy majd a játék rovására, jó lenne gólt, gólokat látni, bár
Azt is elmondhatom majd, hogy a Soroksár nem a gólzáporos meccseiről híres. Nagyjából egyes gólátlagot hoznak a lőt és a kapott gólok tekintetében is. Eddig 9-et lőtek és 10-et kaptak az elmúlt 12 fordulóban. Már ez csak az idegenbeli mérkőzéseikre igaz. De idegenben nem szoktak gólzáporos meccseket rendezni azért. Kibontakozóban egy Irmóti akció, de megint inkább a biztonságos hátrapasz. Kovács döntött úgy, hogy visszaforgat saját térfélre. Aztán a másik Kovács, ezúttal Kovács Dominik. Kicsuntól is hátra kerül, ott nagyon nehéz előre jutni. Mint egy falról jönnek vissza a fekete mezesekről a labdák. Kékesi állta útját az előző akciónak, most pedig egymást zavarják a vendégek, ebből meg lehetne indulni, jó a passz oldalra, lesz a lövés, vagy esetleg egy bepassz középre, nem lesz, jó a blokk. Nem lett lövés az akcióból, bár az ellenfél 16-osán belülre jutott már a Gyirmód. És amíg a sarokrugást elvégzik, addig elmondhatom, hogy a Gyirmód tehát itthon 3 meccset nyert, meg 4 döntetlenje van és 2 vereség, 15 lőtt és 15 kapott gól, ez a hazai mérleg. A vendégeknek egy picit rosszabb a mutatója. Nekik 4 vereségük van, 2 döntetlenjük és 3 győzelmük, 9 gólt lőtek és 10-et kaptak, tehát nagyjából egy egyes átlag körüli a gólaránya a Soroksárnak. És ahogy mondtam, nem nagyon potyognak a gólok a Soroksár idegenbeli meccseim. Vendég dobás. 6. perc derekám. Lovrencsics próbál leválni az emberről. Aztán mint a kicsit beültek volna Hudák ölébe, de a szabadrúgás jár a fekete mezeseknek. Ezt nem mondanám, hogy Kicsuny annyira hagyja elvégezni ezt a szabadrúgást. Kicsit ott felejtette magát a labda előtt. Kékesi a labda mögött, talán ő az egyik legaktívabb Soroksár itt az első 6 percben. Most ő kapja meg Vincétől, aztán hátra teszi Merglnek. Adamczyk ment volna zavarni, de elég messze volt a kapustól ahhoz, hogy ezt megtegye. Lányitól egy biztonsági megoldás, csak hogy Hásfalvi is ismerkedjen a labdával. Kovács. Talán most vesz kicsit visszább a tempóból a Gyirmót, most már nem rohannak annyira előre. Itt az első 3-4 percben bármelyik csapat a másiknak. Meg volt az erőfelmérés mindkét oldalon. Talán most már közbeszól majd a taktika. Hásfalvi. Hudák. Bal kezével intett, hogy kiinduljon meg előre, de biztos, hogy nem az ellenfél játékosainak üzent. Ez a labda, ez használhatatlan volt Kicsunnak. Egy kis birkózás. Lányi volt az erősebb. Madarász lép vissza, hogy zavarjon, ezt jól is teszi. Elment előtte Meggyes, csak nem volt megjátszható. Pont a két játékos közé lépett be Kaján. Csörgőtette egyel tovább, és megint jól helyezkednek a védők Soroksári oldalon. Kaján az, aki ismét belép a passzvonalba. Ez meg egy eladott labda. Vas azonban nem tud indítani. Az Iram kicsit visszábesett, és több a hiba. A második 5 percben. És újabb Soroksári dobás. Az ellenfél leggólerősebb játékos egyébként eddig Lovrencsics, neki 5 találata van, mellette Dragonernek és Gálfinak 3-3, illetve Hajdunak is, míg a hazaiaknál Meggyes 6 gólt jegyez, eddig Soltész 5-öt és Madarász 4-et. Tavaly itt Gyirmóton egyébként 2-2-re végeztek a csapatok, Soroksáron pedig 1-1-re, itt pedig a hazaiaknak van miért törleszteni, mert hogy ősszel Soroksáron 1-0-ás vereséget szenvedett a Gyirmót. Erre az egyensúlyra törekednek, akkor itt most győzni kell. Jó a megelőző szerelés, már a továbbítás pontatlan, újraépítkezhet a Soroksár. Kaján kicsit kiszorított helyzetben, nem nagyon tudta merre szabaduljon a labdától, aztán Kékesit játsza meg. Lányi kapott egyet hátulról könnyékkel, de a játékvezető sípja néma marad, ebből viszont lehet egy helyzet, még mindig megvan a labda,
és most fújja vissza a játékvezető, de lest ítél az asszisztens erről az oldalról. Már-már úgy tűnt, hogy Adamczyk lövésig fog eljutni. Először mintha elsodorták volna, talán szabadrúgásban reménykedhettek a hazai nézők, aztán látszott, hogy egy mozdulattal két védőt küld el Gyufáért, utána még lőhetne, megint egymást zavarták a feketemezesek, mint néhány perccel ezelőtt mezőnyben. Úgy látszik, ez többször előfordul, túl biztosítják magukat. Adamczyk majdnem kikaparta magának a gesztenyét, de hiába lőtt volna. Előtte már harsan a sipszó. Lenne keresni valója Gyirmódnak itt az első 10 percen belül. De korábban már eljutottak a 16-oson belülre, abból aztán szöglet lett. Most pedig egy helyzetecske, ami aztán Les miatt elakad, de aktívabbnak tűnik a hazai együttes eddig. Legalábbis többször eljutnak az ellenfél kapujáig. Jó a váltás. Nagyon higgadsel. Ezzel aztán el lehetne indulni. Madarász volt az, aki látványosan került ki egy ember, de nem jut vele előbbre a labda egyenlőre. Beinduló ember a védők között. Kovács próbálná magát tisztára mozogni, de mindig van, aki követi. Vendégdobás. 10 perc telik el a találkozóból, igazi helyzetet még tulajdonképpen nem láttunk. A kezdeti kapkodás pedig kicsit alább hagy. Ez nagyon nehéz lenne megmondani, hogy kinél van többet a labda. Talán a Gyirmót akarata érvényesül erőteljesebben, de elég sok a hiba mindkét oldalon. Ez pedig egy belépő, de nem emiatt harsan a síp, hanem az előző falt miatt, szabad rúgás kifelé. Megint Lányinak pakoltak oda egyébként ezen az oldalon, de ez már az előző szabálytalanság után történt. Úgyhogy a labda visszakerül a Soroksárhoz. És hogy miért nem lenne indokolt a biztonsági döntetlen mindkét együttesnek? Azért, mert mindkét együttes 3 helyet javíthat a tabellán, amelyiben győz. A Soroksár így megelőzhetné a Kazincbarcikát, éppen a Gyirmótot is és a Csákvárt. Mindhárom együttes 23 ponttal rendelkezik, míg a Soroksárnak ugye 21 van, így 24 ponttal 3 helyet léphetnének előre. Hasonló a helyzet a Gyirmótnál is, ők megelőzhetnék a Honvédot, a Pécset és a Csákvárt. Vagyis egészen a 6. helyig léphetne előre a Gyirmót, amennyiben sikerül győznie. Egy átfordítás a másik oldalra, de meredek. Nagyon közel pattan Mergőhöz, viszonylag simán ki tudja pöccinteni oldalra. Nem törekedett arra, hogy pontosan játssza meg, ez egy olyan biztonsági megoldás a kapustól. Kovács tette vissza a feladónak. Most jöhetne egy ívelés, de inkább jönnek a lapos rövid passzok visszafelé. Semmiképp nem akarja eladni a Gyirmót, a labdát esetleg egy rossz beadással vagy keresztpasszal. Hát akkor jöhetne a soroksári kontra. Madarász. Kudák megjátszható, senki nincs a környékén. Pont az ellenfél csapat kapitánya helyezkedik vele szembe, Lorencsics. Általában a legbiztosabb megoldást választja a Gyirmót itt a felezővonal környékén is. A legközelebbi emberek kapják meg ezeket a rövid passzokat, ebből viszont nem nagyon bontakozik ki semmi. Összeakaszkodik két ember, ebből még ki lehet jönni. Meggyes birkózta ki magának a labdát. Lányi tovább hámozza magát az emberen. Most teszi középre. Ebből a szögből először nem volt tiszta, hogy a kapu felé megy a labda, vagy kifelé, de végül is megoldják a vendégvédők. És az előző összecsapás után a földön marad egy vendégjátékos. Lányi nem megy a szomszédban mondjuk keménységért, de ő is kap rendesen. Eddig 2-3-szor már odapakoltak neki. Ráadásul úgy, hogy nem is mindig kapott érte szabadrúgást. Ezúttal ő volt az erősebb. Vince töltött néhány másodpercet a földön, de már jól van. Hazai dobás. Látszik is, hogy Lányi harcol a legtöbbet, mert hogy az ő meze a legkoszosabb a hazaiak közül. Most kocog visszafelé a Gyirmót ötöse itt az oldalvonal mentén. Bátran bevállalja a földharcot is, ha úgy van. Neki nincs még gólja egyébként a hazaiaknál. Vendégdobás. Élénkül a
vendégszurkolók sora. Érdekes, hogy Sorinak nevezik saját csapatukat, amikor szurkolnak. Egy indítás, Lányi a földön fekve várja a sípszót, de megint nem azt fújja le van a játékvezető, ami Lányival szemben történik, hanem Lovrencsics utána lévő szabálytalanságát. Szegény Lányi bármit megpróbál, de ő egyelőre nem kap szabadot. De a labda is visszakerül a Gyirmóthoz. Kovács tette oldalra. Megint visszakapja, jönnek ezek a rövid passzok. Többnyire oldalirányba. Kudár. Most Kisun próbált leválni az emberéről, de nem őt választották, hanem középre próbálják gyömöszölni a labdát a hazaiak. Kovács. Majdnem labdavesztés lett a Soroksárnál, de végül sikerült megszeridíteni az utolsó pillanatban. Aztán Dobos lódult meg. Kihúzzák alól a labdát nemes egyszerűséggel, nem volt szabálytalanság. Udár. Lányi. Két ember is indul, de ott van mellettük a két védő. Adamcsek tette vissza, ez pedig Kovácssal szemben egy szabálytalanság. Katona kicsit hisztérikusan veszi tudomásul, hogy lefújták. Még most is magyarázza a játékvezetőnek, hogy ő szerint ez nem volt szabálytalan. Van a Gergely szerint pedig igen, már pedig ő fújja a sípot. Udák teszi tovább. Kovács oldalra. Viszonylag mélyen visszahúzódik saját térfelére a Soroksár, nem nagyon lépik át a felezővonalat ilyenkor. Kisun egy váltás Kovácssal. Nagyon nem jutnak előbbre ezekkel a helycserékkel, talán majd Lányba segít. Lányi ezúttal nem ment át Vincén úgy, mint az előbb. Lányi még. Kicsit megállt a játék most ott az oldalvonal mellett. Farkas szemet néznek egymással a sárga és fekete mezesek, de a labda nem nagyon kerül előbbre. Csörgő. Kovács. Üres ember a bal szélen. Onnan most akár be is lehetne adni. Dobos javítja a korábbi hibáját, akkor ugye ő hagyta el a labdát, most pedig ő szerzi vissza. Sárgát reklamálnak a vendégnézők, annyira azért nem volt ez kemény belépő, bár tény, hogy Madarász is viszonylag gyorsan megkapta az első sárga kártyát még az első percekben. Hát jobban a Gergely játékvezető azzal próbálta elejét venni a hasonló próbálkozásoknak, az sem tűnt annyira komoly faltnak. Lipcsei Péter, az ellenfél vezetőedzője magyarázza a technikai zónában, hogy mit kellett volna ítélni, hogy a messzhúzás miatt reklamálja a sárga lapot. A lényeg nem változik, ezért nem adott lapot a játékvezető. Madarász bólint bele egyet a labdába. Apró pici szabálytalanság, ezt most lefújja a játékvezető. A labda tehát visszakerül a Gyirmóthoz. A Gyirmót itthon egyébként az Etótól 3-2-re kikapott ősszel, aztán a Budafokeren egy 1-1-es döntetlen, a Móvár ellen 2-2-es döntetlen, és a Kazincbarcika ellen is 2-2. 5 meccset kellett várni arra, hogy sikerüljön behúzni az első győzelmet, az Ajka ellen az lett 2-1, igaz, utána rögtön két újabb győzelem következett, a Siófokot 1-0-ra, a Csákvárt pedig 2-1-re verte a Gyirmót. Azóta a Nyíregyházától egy 4-2-es vereség, és a Honvédtól egy, vagy a Honvéd ellen egy 1-1-es döntetlen, vagyis a legutóbbi két hazai meccsét aztán megint nem nyerte meg a Gyirmót. Hát a szériákban gondolkozunk, akkor el kéne kezdeni a győzelmeket itt tavasszal. Hazai pályán eddig ugye 3 győzelem, mint ahogy 3 győzelme van idegenben a Soroksárnak is. Kovács érkezik. Jó, határozottan jött, de nem volt szabálytalan. Vincével csaptak össze. Udák mögé próbálják bedobni a labdát, de hosszú lábával még vissza tudott érte nyúlni. Hazai dobás.
Lányi végezni el, csak nem nagyon tudja kinek, mert kevés a mozgás. Egy kis birkózás, kisunk kerül a földre, elbírt volna képzelni egy szabadrúgást ezért. Ez egy rossz ütemű belépő. Lesz-e lap? Ez mondjuk sokkal keményebbnek tűnt, mint amiért Madarász sárgát kapott a mérkőzés elején. Reméljük, hogy súlyos sérülés nem lesz belőle. Egy fájdalmasan rogyott a földre a soroksári játékos. Talán hamarosan talpon lesz, így van. Katona Máté az, aki kapott egy csomagot. Hangosat kiáltott, de szerencsére annyira nincs nagy baj. Ettől függetlenül ez egy nagyon rossz ütemű belépő volt. Hát láttunk már ilyen sárgát. Nem mintha ki akarnám magyarázni a játékvezetőnél, hogy valakinek azt adjon a gyirmódból, de ez talán indokoltabb lett volna, mint Madarász sárga lapja. A labda mögött Kaján. Akár rá is lehet szúrni, egy tagú a sorfal, nem vállalkozik lövésre, inkább kiteszi oldalra. Kroner megoldása sem jobb. Egy kis könyökös oda kisunnak. Fejjel általában kisebb, mint a többiek, ezért legyen nagyon tisztelik. Kis könnyékkel rakták odébb, esetleg egy góllal bosszút állhatna. Kovács. Eladott labda. Ezekkel sikerül felhozni a soroksárt ezekben a percekben. Német botladozik, és megkapja a szabadrúgást. Ezért megvillan a sárga. Hát, kicsit kompenzálásnak tűnik. Meg sem közelítette a belépő keménysége az előző faltot. Akkor nem volt sárga lap, most van. A darabra végül is timmelünk így a sárga lapok tekintetében. Csak az előzőjét kellett volna adni. Most Szegi sárgul betízessel. Nem tűnt annyira keménynek. Nem is biztos, hogy a sárga lapot sajnálja a gyirmót annyira, inkább azt, hogy nagyon közelről és jó szögből jár a szabadrúgás. Ezt már egyértelműen rá lehet tekerni. Kecsegtetőbb helyzet, mint az előző volt. Akkor azt Kaján nem szúrta rá. Most ott van Korozmán is 29-essel, akár ő is lőheti, Kaján nem is próbálkozik, hátrébb helyezkedett most. És most már több tagú a gyirmóti sorfal. Nem volt eddig igazán helyzete a vendégcsapatnak, ebből most valószínűleg az lesz, ha csak le nem vágódik a sorfalról. Jön befelé a labda, védeni kell, de Hárszfalvinak nem okozott problémát. Tulajdonképpen magabiztosan állította, csak oda jöhetett a labda, hova ő várta. Annyira nem is kellett érte kapaszkodni, nem ment nagyon sarokra. Hárszfalvi magabiztos, legalább egy kicsit átmozgatta magát. Nagyjából olyan lövés volt, mint ahogyan próbálták a kapust belőni meccs előtt a társak. Vince nem tornáztatta meg nagyon. Soroksári szöglet, elég laposan jön. Sikerült tisztázni. Lányi helyezkedett itt a rövid oldalon. Jöhet az ismétlés, miközben lassan eltelik az első félidő fele. 0-0-ás mérkőzés állás. Láttunk eddig két gyirmóti sárgalapot, meg egy-két gyirmóti próbálkozás, de az utóbbi percekben a soroksár most ott anyázik a hazai kapunál. Jön az újabb szöglet. Ez sem jut messze. Madarász nagyon jól emelkedett, és egyből kifejeli a szögletet. Rugóival nincs problémája a fiatal játékosnak. Fizikálisan is nagyon erős játékosról van szó, a gyorsasága az többször gólt ért már. A gyirmótnak eddig ugye négyszer talált be. Korábban korosztályos válogatottat is megjárt. János Somorjai születésű játékos. Most is ő menne a labdáért, két emberrel szemben lerántják. Szabadrúgás kifelé, nagyon nehezen akarózik visszaadni a labdát a vendégeknek. Most jön ki a szorításból a gyirmót. Volt itt szabadrúgás, szöglet, több minden is történt a gyirmóti kapunál, de Hárszfalvinak egyszer kellett védenie, azon kívül túl sok minden nem hozott ki ebből a vendégcsapat. Lányi meg bealszik. Átperdül a lábán a labda, nem volt ez egy bonyolult passz pedig, de most Lányi Bence picit belealudt. Vince dob. Lányi javít, ezzel a visszafejessel, Kicsun pedig megint kap egy kemény belépőt, de
sikerült elérnie, hogy marad a labda a Gyirmótnál. Egymás elől fejelik el a fekete mezesek. Kékesi és Vince megint szinte egymást zavarták. Madarász meg szeretné Mergőt zavarni, de nem jön össze. A labda viszont visszakerül a hazaiakhoz így is. Egy kis piruett ott a kezdőkörön belül. Kovács a földön, nem egészen önszántából. Lányi egyből tovább, most talán mintha próbálna gyorsítani a hazai együttes, és nem akarom magam ismételni, de Kicsum megint a földön, szabadrúgás megint nincs. Nagyjából úgy jár, mint Lányi, hogy neki is egyre koszosabb a meze, és egyre inkább nem kapja meg a szabadrúgásokat. Kovács. Kudák elengedi. Lányi meg inkább visszaforgat. Oldja meg Csörgő hátul, úgy sincs a környékén senki. Meggyes tette tovább. A megelőző szerelés jó, de csak azon az áron, hogy a labda kikerül az oldalvonalon túlra, úgyhogy Meggyes ezúttal kézzel javíthat már, mint hogy dobhat. Ez pedig egy falt. Adamcsek kerül a földre. Annyira nincs közel a kapuhoz, mint korábban a soroksári lehetőségnél, de gyorsan elvégzett szabadrúgás is lehetett volna a dologból, ha nem fújja vissza Bana Gergely játékvezető. Ennyit a meglepetésszerű támadásról. Nem szereti a hirtelen váratlan dolgokat a játékvezető, tessék csak fölkelni a földről. Mindenki foglalja le helyét, aztán be lehet tekerni ezt a labdát. Meggyes néz visszafelé, hogy beinduljon-e hát, ha lapos sajna labda, mert viszonylag kis számú a sorfal. De végül nem indul a labda, meg kapura megy, hát annyira azért nem volt veszélyes. Messze elkerült Mergő kapuját, a soroksártól pontosabb volt a szabadrúgás, de nagyjából ugyanannyi haszna mind a kettőnek. Adamcsek azért megpróbálta. Még csak azt sem mondhatom, hogy nagyon a szél zavarta volna meg, mert lengedezni mi szellő, de nagyon nem befolyásolja ezeket a lövéseket. Mergő pedig ismét találkozik a labdával. Nem gyakran tette ezt meg azért eddig. Alapvetően nem forognak veszélyben a kapuk. Védeni való nem nagyon volt egyik oldalon sem. Hásfalvi egyszer állított egy szabadrugást. Lányihoz kerül vissza. Korozmán mellett tudta elvinni, de annyira sokan vannak ott a sárga és fekete mezesek, hogy senki nem tudja átvinni a labdát. Kovács. Visszateszi Kicsun. Ketten előtte, inkább Lányit választja. Lányi laposan teszi egyel beljebb. Kovács, ő már ível. Előnyösebb helyzetben a védők, bár a kapu még nem szabadul föl teljesen. Aztán megint a birkózás. Általában a Gyirmót rosszul jön ki ezekből a helyzetekből, amikor két játékos összeakaszkodik. Többnyire ennek soroksári szabadrúgása vége. Az is elég a vendégektől, hogyha testtel megpróbálják fedezni a labdát, aztán amikor belépnének oda a sárga mezesek, akkor egész egyszerűen csak el kell esni. Aztán jön a sípszó, és a labda visszakerül a vendégekhez. Ezt egyébként nagyon rutinosan oldják meg a soroksáriak. Nehezen bontakozik ki a Gyirmót. Átvetett labda egészen a kapusig, Króner tette vissza. Mergel borzolja kicsit a kedélyeket. Először úgy tűnt, hogy messze pattant tőle a labda, de végül megoldja. Furcsán csattant a játékszer, nem tudom, hogy valakinek a kezén vagy az arcán-e. Lovrencsics Balázs szeridítette meg Furcsán. Vas! Kékesi. Egyre többször vonják be Mergőt a játékba. De most bőven volt ideje lekezelni a labdát. Lányi mindent megpróbál, amit csak lehet, de Lovrencsics volt az erősebb. És szabadrúgás. Visszafújja a játékvezető. Lányit látta vétkesnek. Érdekes a helyzet, amikor
ők összeakaszkodnak Lovrencsicssel, mert Lovrencsics magasabbnak, erősebbnek, masszívabb játékosnak tűnik. Furcsa látvány, amikor ő pattan le Lányi Bencéről. Kékesi. Nem mondanám, hogy felszántják a pályát a játékosok. Mindenki áll, nézi visszafelé, hova fog jönni a labda. Kékesi megvárna némi mozgást, mert így ez lesz belőle eladott labda. Kicsum most mehet, begyújthatja a rakétákat és lefuthatja Vincét. Inkább megcsinálja a visszacsert, most néz be középre, aztán feladja a labdát Mergölnek. Ketten érkeztek egyébként benne, hát ez túlzás, hogy érkeztek. A hosszú mondjuk Medgyes legalább érkezett, de Adamcsek volt az. Adamcsek ugye itt állt középen, Medgyes jött a hosszún, de teljesen mindegy, mert hárman őrizték őket, és mégis a kapus sikerült megtalálni labdával. Talán nem kísérik elegen a támadásokat a sárga mezesek közül ahhoz, hogy eredményesen lehessen befejezni, de fő a biztonság, nem akarnak fellazulni hátul. Egy kemény belépő Kovácstól, meg egy hangos kiabálás. És elég keménynek tűnt. Aztán Németh már talpon. Kicsit húzza még a lábát, de már jól van. Ahhoz képest meg nagyot kiáltott. Érdekes ez a játékos pszichológia egyébként, hogy mekkorákat kell kiáltani egy faltért, hát ha lesz sárgalap, utána pedig ugyanaz a játékos már akár egy sprintre is képes, vagy góllal befejezni egy akciót. Kékesi. Vas tette tovább. Ezúttal nincs kiabálás és nincs esés. Vince inkább a játékot választotta volna. Bedobása jutalma. Adamcsek próbál zavarni. Kovácsnak lesz jó. Meg kellett várnia, hogy jól pattanjon a labda. Most mehet Medgyes. Medgyes gyorsabbnak tűnik labdával, mint az ellenfél labda nélkül. Középre is tudja tenni, egészen furcsán perdül le Vas lábáról. De megint komoly létszámfölényben saját 16-osukon belül a fekete mezesek, és megoldják ezt a centerezést is. Pedig az nagyon látványos volt, hogy Medgyes elkezdett kevergetni ott a hosszú oldalon. Kaján igazából meg is verte, az meg egy visszaütés Lovrencsicstől. Hát ez ide föl hallatszott. Úgyhogy ez biztos, hogy ütés volt. Lipcsei Péter idézte a szabálykönyvet korábban, messzhúzásért. Na most szándékos ütésért azt hiszem, hogy minden néző tisztában van vele, hogy milyen színű kártyát szoktak felmutatni a játékvezetők mérkőzéseken. Nem azt a színt, ami jelenleg a játékvezető kezében van. Nem hiszem, hogy eltévesztette a zsebét, vagy mellé nyúlt volna. Lovrencsics megúszott itt egy kiállítást, azt gondolom. Nagyon csettent Lányi arca. Tényleg viszonylag magasan ülünk, de idáig felhallatszott. Bár a szándékosságot vitatja Lovrencsics. Az ütést elismeri. Nehéz lett volna tagadni, mondjuk. Lányi jól van. Láttunk kemény belépő Gyirmóti oldalról, ott sem lett szerencsére komoly sérülés. Lányi itt is megúszta, meg a fogai is, de azért kapott egy maflás Lovrencsistól. Most már jó lenne a focival foglalkozni. Kicsit hajmeresztő hazaadás volt. Nem annyira labdarúgási a főszerep az elmúlt percekben. Kicsit hisztérikussá kezd válni a hangulat. Nem indokolja egyébként nagyon semmit, tehát már lassan kezdtek volna kialakulni a helyzetek, akár mindkét kapunál, gondolok itt a soroksári szabadrúgásokra, vagy a gyirmóti támadásokra. Mindenki jobban járna, hogyha a játékosok is inkább a labdával lennének elfoglalva. Áttevődik a játék a soroksári térfélre, dobhat a gyirmót. Bő 10 perc van hátra az első félidőből. Sokat nem állt a játék, tehát hosszabbítani igazából túl sokat nem kell. Tényleg olyan érzése van az embernek, hogy akkor jönnek ezek a durvaságok, meg
felesleges butaságok, amikor már végre beindult volna a meccs. Dobosról kerül ki a labda, Irmóti szöglen. Hársfalvi majdnem a felező vonalig kijön a kapujából. Konzultál valamit Kovács Dominikkal, ő a leghátsó ember. Most jön az ívelés, tekeredik át a hosszúra. Mergül magasra felnyúlt érte. Úgy tűnt, hogy talán kiperdül a kezéből, de aztán biztosít az ellenfél kapusa. Ahogy korábban elmondtam, neki még olyan nagyon védeni valója nem volt. Egyszer-kétszer zavarba hozták saját játékos társai pattogós hazaadással, de probléma abból sem lett. Ez most egy jó labda lenne Madarásznak, egy picit hosszú, de most is látszik, hogy hárman őrzik. Nehogy ki tudjon lépni egy ilyen labdával. És a helyezkedésből az is látszott, hogy ha csak ketten őrizték volna, akkor még pont el tudott volna menni, kellett a harmadik ember, hogy ne lóduljon meg. Ezúttal a Soroksár dobhat. Most megint egy picit visszalassul a játék. Lovrencsics látványosan húzta el a magasból. Most zár vissza a Gyirmót, egy taktikai szabálytalanság. Dobos kerül a földre. Picit oda piszkáltak neki bokára. Itt annyira nem volt súlyos belépő, mint amit láttunk itt korábban. A játékvezető hogy léte felől érdeklődik, aztán jöhet a vendég szabadrúgás. 36. perc. Két tagú Gyirmóti sorfal hátrál. Egy beívelésre jó lehet. Magasnak tűnik és hosszúnak, az is Lovrencsicsnek kéne mennie érte. Annyit tud elérni, hogy ne legyen kirúgás, csak egy bedobás, hogy esetleg be lehessen csapdázni a Gyirmótiakat. Itt Csuny többen önkéntes partjelzővé lépnek elő a soroksáriak közül, és azt mutatják, hogy Csuny már kivitte a labdát. Viszonylag jó szögben ülünk, nem volt kint. Ellenben dobhat a hazai csapat. Csuny. Adamczyk lefordult volna, a saját emberét még egyébként meg is verte. A második volt sok. Mergőt meg nem tudja zavarni. Lányi bólintja el. Vas tette hátra. Kékesi pörgeti vissza Lovrencsics irányába. Ide-oda pattog most a két csapat játékosai között a labda, mintha csocsó meccset látnánk. Érdekes lenne mérni, hogy mennyi idő telik el, amíg az egyik csapat mondjuk 5 jó paszt megcsinál egymás után. Több perc. És megint egy szabálytalanság. Földön Adamczyk. Nem igazán dominál most egyik együttes sem. Ugye voltak olyan periódusok, amikor inkább az történt a pályán, amit a Gyirmót akar, aztán egész jól kijött a Soroksár a szorításból, a szabadrúgásokkal, a szögletekkel. Most az elmúlt percekben kicsit olyan esetleges a játék. Mindkét együttes komoly energiákat mozgósít, de harcolnak becsülettel. Néha kicsit a labdarúgás hiányzik, vagy annak legalábbis a látványosabb, szebb oldala. Ez tényleg egy brusztolós, kemény meccs, nagyjából olyan, amire számíthattunk egyébként. Milyen jó lett volna, hogyha az elején van egy vagy két gól, aztán lett volna ebből egy gólzáporos meccs, amolyan adok-kapok, de ez egyelőre csak a faltokban nyilvánul meg. És az Iram is alább hagyott az utolsó 7-8 percre az első fél időben. Mergel. Lovrencsics Hudákra bólintotta rá. Medgyes nem tudta megcsinálni a cselt, és nem ment ki a labda. Megint egy belépő. Szabadrúgás kifelé. Talán a közönség is érzi, hogy ebben az utolsó 5-6 percben kéne még belehajszolni az övéit valamibe, ami gólt eredményezhet. Most inkább a hazai közönség hangosabb. Az első fél idő derekán, inkább a soroksári
szurkolók voltak aktívabbak, bár most ők is rázendítenek. Lányi hozza keresztbe, útban a játékvezető is egy kicsit. Meggyes, sarokkal teszi tovább. Megint jó lenne a bepassz laposan, de annyian vannak ott a soroksárjak, hogy valakiben úgyis el fog akadni, ez most éppen Vas volt. De nem tud elindulni kifelé a soroksár egyelőre. Felemészti az energiáikat az, hogy semlegesítsék a gyirmóti próbálkozásokat. Ellentámadás most még nincs. Kovács belepöcizik egyet, így Hudáknak lesz jó. És reklamálás után megkapja a szabadrúgást. Korozmán Kevin az ellenfél 29-ese. Szemrehányóan kiáltott a játékvezető felé, aki aztán belefújt a sípba. Pedig ahogy Kovács belepiszkált, pont Hudáknak lett volna jó. Ha ez tényleg falt volt, akkor felesleges. Így visszakerül labda a soroksárhoz, és egy újabb perc fog leperegni az első 45-ből. Mire ezt a szabadrúgást elvégzik a vendégek, belül leszünk az utolsó 5 percen az első félidőben. Ott marad a sértett is, 29-essel Korozmán. De ott van mellette Dobos, 8-assal. Két tagú a sorfal, Dobos ellép onnan, és pedig lecsúszik Madarász hátáról, így tökéletes lesz Házfalvinak. Nem engedik elvégezni a kézből kirúgott labdát. Szabad rúgás aztán kifelé. Egyébként nem nyúlt oda lábbal, tehát fizikailag nem zavarta konkrétan a kapust. Az ellenfél 8-as a Dobos. Nem földről kirúgott labda volt, hanem kézből. Ezt van, aki el szokta engedni. Az pedig egy szabálytalanság az oldalvonal mentén. Nagyon töredezetté válik a játék. Nem tud kibontakozni akció egyik oldalon sem. Valószínűleg úgy vannak vele a mérkőző felek, hogy ez az első félidő, ez most már menjen le. Van 15 perc szünet, meg lehet beszélni a taktikát a második játékrésztől, hogy min kell változtatni, addig meg csak pörögjön az óra, lehetőleg ne történjen semmi. Csírájában folytják el a próbálkozásokat mindkét oldalon. Ebből meg majdnem lesz egy gól! Épp azt akartam mondani, hogy valakinek nagyot kéne ahhoz hibázni, hogy itt bármelyik együttes még gólt érjen az első félidőben, de ezt majdnem megtette a soroksár. Most már volt védeni valója Mergelnek, bele kellett kapnia ebbe a labdába, nagyjából fél méterre a gólvonaltól sikerült visszanyúlnia. Egy picit bizonytalanok voltak középen a védők. Majdnem gól lett belőle a kavarodásban. Madarász, így lesz jó kicsunnak, kioszt egy kötényt. Korozmán fűzte be, Lányi. No, van-e még valami a gyirmót tarsójában a hátralévő 3 percben? Madarász. Ezt Mergül köszöni szépen. Azért ahhoz jól helyezkedett, hogy onnan csak úgy át lehessen emelni. Nem is biztos, hogy Madarász egyébként kapura próbálta emelni ezt a labdát, lehet, hogy a többieket kereste ott az ötösön belül. De megint védekezésben a soroksári létszámfölény eredményes. Lányi ugrik. Nagyon sok párharcot megnyer. Ezúttal Korozmán fejéről bólintja tovább a labdát. Ami ezúttal Vince kezében. 2,5 perc a hátralévő idő az első félidőben. Fújhat egyet a soroksár. De láttunk egy irmóti helyzetet. Lovrens is csak belebök. Induló ember nincs. Megindulhat viszont a gyirmót. Kicsun ezen az oldalon helyezkedik, és viszonylag messze tud lopózni Vincétől, csak nem látják a többiek. Mire meg esetleg meglátnák, nincs már a gyirmótnál a labda. Megint egy esés. A Daráz nagyon mérges. Talán ő is úgy van vele, hogy vannak olyan faltok, ami persze keménység, de bizonyos találkozókon azért ezeket a lökéseket lehet, hogy inkább elengedi egy bíró. Nem akarok az angol bajnoksággal például hozni, mert más kávéház, de magyar mérkőzéseken is előfordul, hogy ezeket a kisebb lökéseket simán tovább engedik, hogy folyamatos legyen a játék. Nem annyira kemény faltok ezek.
Persze azokból is láttunk jó párat itt az első fél időben. Nem is azt vitatja az ember, hogy azokat nem kéne lefújni. Ezeket a pici lökéseket nem biztos. Ez most egy jó lefordulás Korozmántól. Az emelés azonban hasonló eredménnyel zárul, mint az előbb Madarász próbálkozása. Ezt Hásfalvi húzta le, és Medgyes még elindul. Most nem sikerült úgy megverni a Kajánt, mint az előbb labdával, mert hogy a labda kicsúszik az oldalvonalon túlra. Vendégdobás, amikor az utolsó percbe lépünk az első félidőben. Kovács Dominik is előbbre húzódik, hát ha sikerül megzavarni a bedobást, és Lovrencsics hasonló mozdulattal húzza el megint Mákas magasságból, mint az előbb. Úgy látszik, ez egy begyakorolt figura a soroksárnál, hogy a környékére dobják félmagasan, ő pedig félfordulattal elhúzza onnan a labdát. Kicsú harcolt volna, de Vince volt az erősebb, marad a labda a fekete mezeseknél. Dobos inkább hátrafelé oldalra indul vele. Jön az ívelés, ami aztán csörgőről leválik. Szögletre még jó lesz, és ez még biztos, hogy bele fog férni. Igaz, hogy letelik a 45 perc, mire elvégzi a sarokrúgást a vendégcsapat, de azt még mindenképpen meg kell várni, hogy ebből mi lesz. Azt nem mondom, hogy ha a Gyirmót megszerzi a labdát, akkor a kontrát még végig fogja engedni a játékvezető, de bár ott tartanánk. Ez most egy lehetőség a soroksárnak. Eddig a pontrúgásokkal nem sáfárkodtak túlzottan jól. Egy házfalvi védés. A mérlegük, ez pedig egy csúsztatás. Hudákék voltak, akik megcsúsztatták ott középen, és ennyi az első félidő. 0-0, helyenként kemény, talán néha túl kemény játék, esetlegesen előforduló alattomosabb szabálytalanságok és felesleges faltok. Talán több helyzete volt a Gyirmótnak, vagy nagyobb helyzete volt a Gyirmótnak, mint a soroksárnak, de helyzetekért nem adnak 3 pontot. 45 perce van mindkét együttesnek arra, hogy változtasson az eddigi eredményen és a játékon. Közvetítés támogatója, a Gyirmót FC tulajdonos főszponzora, az Alkufer Kft. Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját! Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Gyirmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Gyirmót Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkufer stadion mellett.
Fedezze fel Győr legújabb wellness szárodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmót Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkufer stadion mellett. Thank you.
tűnik, hogy nincs változtatás egyik csapatban sem. Tamási Zsolt sem és Lipcsei Péter sem változtatott át az első fél ideig kereten. Vagyis azoknak a játékosoknak kéne dűlőre vinni a dolgot, akik az első 45 percet végig küzdötték. A második játékrészt a Gyirmót kezdi. Az a Gyirmót, amely talán többet próbált kezdeményezni az első fél időben, mint a Soroksár. De még csak azt sem mondhatom, hogy nagy gólhelyzetet nem tudta kialakítani, mert Mergőlnek egyszer ugye vissza kellett kapnia egy labdáért. De a góllal egyelőre adós a hazai együttes. Annyival talán nem is jobb, mint a Soroksár, hogy ez gólokban megmutatkozna. Labdabirtoklásban sem lehet azt mondani, hogy egyértelmű lenne a Gyirmóti fölény. Tényleg nagyon harcos, küzdős volt az első 45 perc. Kevés volt a szép, látványos jelenet. A Doboskó torta ki magának a labdát a tömegből. Korozmán. Van ideje tovább tenni, lassan zárkóznak vissza a sárga mezesek. Egy ütemtelen passz befelé, meg ez talán az első fél időben még lökésnek számított. Mert hogy itt a másodikban többet fog engedni majd a feleknek, van a Gergely játékvezető. Kékesi egészen hátra, Merglig. Még összeakaszkodik két ember, pont a két 20-as. Itt meg már Kicsun kerülne helyzetbe. Táncoltatja egy kicsit a labdát, meg az ellenfelet, most teszi be, pontatlan. Kovács és Lovrencsics akadt össze itt a kezdőkörnél, de itt sem volt sípszó. Már két olyan helyzet, amit talán az első fél időben lefújt volna a játékvezető, most pedig iszonyat mázlia van Csörgőnek. Majdnem eladta a labdát a Gyirmóti térfél közepén, de nem tudott vele meglódulni a Soroksár. Talán mintha aktívabban kezdene kitámadni a feketemezes együttes. Az első fél idő utolsó negyed órájában inkább visszahúzódtak már a saját térfelükre, és csak rombolták a Gyirmóti próbálkozásokat. Most mintha kicsit előre toltabban helyezkednének. Hát, ha sikerül elfutni egy megszerzett labdával. Kroner. Vas. Lovrencsicset indítaná, de Hátsfalvi kilép. Könnyedén kapja fel. Hudák hozza fel. Hossz a labda átvétel, de mindkét oldalon az. Kicsi technikai hibák mindkét együttesnél. És egy újabb. Most nem a szabálytalanságok miatt nincs folyamatos játék, hanem inkább ezek miatt, a hibák miatt Lovrencsics pörgeti fel magának. Nem mondanám, hogy megkönnyítette a saját helyzetét, aztán megszánja a játékvezető egy szabadrúgással, amit a Soroksár sem végezhet el gyorsan, csak úgy, ahogy a Gyirmót sem tehette meg az első fél időben, bár az sokkal ígéretesebb helyzet volt az ellenfél 16-os a környékén, amikor Medgyesék gyorsan megindultak volna, azt is visszafújta a játékvezető, meg ezt is. Német hátraállít oldalt, hát ha megkapja a labdát, teljesen üresen van, de nem őt választják. Ez meg egy pattanás után, azt hittem, hogy kimegy majd az oldalvonalon, vagy az alapvonalon túlra, de bennmaradt még a 16-oson belül, de helyzet nincs belőle. Egy csel, két csel, némi botladozás, aztán jön a segítség. Így indul most meg a Gyirmót támadása. Kicsun utolérik hátulról, és fellökik. Szabadrúgás nincs. Ebből a szempontból következetes a játékvezető. Ha Kicsun kerül a földre, vagy Lányi, akkor viszonylag ritkán van szabadrúgás. De most a Soroksár sem kapja vissza a labdát. Nézik a gyirmótiak, hogy meg kell állni esetleg ápolás miatt, de nem kell. Itt is volt egy keményebb belépő, de ezúttal a síp néma marad. Csörgő. Kovács. A két Kovács játszik most össze. Hudák. A
felpassz kicsit csínybe ment, de még sikerült megmentenie Kicsunnak, ahogy visszalépett, és ebből el lehetne indulni befelé. Még mindig megvan a labda, csak nincs helyzet, Kovácsnak kell visszalépnie. Még pontatlan volt a passz, Medgyes, Kovács. Csörgő, Kovács. Adamcsekig már nem jut el. Madarász. Nem sok helye volt tovább passzolni, de pontosan tette, és megint visszaszerzi. Lepöccinti az ellenfél lábáról a labdát. Pedig egy lap reklamálásért Adamcseknek. Viszont azt néztem, hogy nehogy Madarász kapja, mert neki már a második lehetett volna. Ő azért annyira nem volt heves. Tény, hogy lepöccintette az ellenfél lábfejről a labdát, lábat nem talált, mégis visszakapja a labdát a Soroksár, pedig ezzel a labdaszerzéssel meg lehetett volna indulni a kapu felé. 25 méter környékén történt a szerelés, de nem lesz belőle gyirmóti helyzet, ráadásul védekeznie kell a hazaiaknak, és már is a Soroksár végezhet el szögletet. Dobos érkezik, hogy elvégezze. Korozmán segítene neki, hát ha kicsiben végzik el. No, ebből mi lesz? Végül is Korozmán tette be középre, de ennyi erővel Dobos is simán elvégezhette volna, mert a védőkben kapásból elakadt. Másodszorra sikerül Hársfalvinak összeszednie. És van induló ember, itt van Medgyes, most húz középre. Elég hosszú a labda, de Medgyes még hozzáfért volna. Azért nem emeltem egyből a hangomat, mert gyanús volt, hogy egy ütemmel később kapta, mint kellett volna. Akkor már lesen volt. Első szándékból talán jobb lett volna. Ez egy picit hosszúra is sikerült meg. Egy ütemmel talán később indult el a labda, mint optimális lett volna Medgyesnek. Nem is tudta eltenni egyébként Mergő mellett. Helyzet egyelőre nincs. Itt a második fél időben bár itt volt egy soroksári próbálkozás, de az ívelés után Hásfalvi biztosan hárított. Kapu felé tartó labda volt, de annyira nem volt lövés. Hazai szabadrúgás jöhet. Kudák. Kovács. Vissza Hudákhoz, megint kevesebb a mozgás. Csörgő. Hudák. Lovrencs is próbál labdát szerezni, de annyira nem ment csínybe az átadás. Szegi. Medgyes. Még egyet tol rajta, és neki lett igaza. Azt hittem előbb megcsinálja a visszacser, de belefért még egy rátolás a labdára ott az oldalvonal mellett. Most kéne valahogy szabadulni a labdától a soroksáriaknak, de meggyűlik vele a bajuk. Megint egy esés, meg egy kiáltás, hát ha lesz szabadrúgás kifelé, most nincs. Gyorsan meg is kellett gyógyulnia a kékesinek. Jelentem már talpon semmi baja, csak szeretett volna egy szabadrúgást. Ez az indítás meg így már nem jó. Éppen sikerült belelépni Kicsun labdájába még valakinek soroksári oldalon, ő pedig blokkolja az induló Vincét. Eltelik lassan 10 perc a második félidőből. Nagyjából annyit változik a játék képe, hogy kevesebbszer harsan a sípszó, ettől aztán egy picivel talán folyamatosabb a játék. De még mindig elég sok a hiba mindkét oldalon. Egy emelés, Szegi egyből visszabólintja. Ez meg hosszú. Gyirmóti dobás. És csere. A hazaiaknál hetessel érkezik Soltész. Kicsun helyett
Kicsun sokat küzdött, lökötték, néha dobálták is oldalra. Komoly energiákat mozgósított az első félidőben a fiatal játékos, most már a helyén Soltész bizonyíthat. Szegi bedobás a csörgőhöz kerül. Kudák. Madarász elindult volna, csak a hosszú passzot nem merték megkockáztatni a társak. Érdekes, hogy Madarász már néha egész mélyen visszajön labdáért, most is ő kapja meg, máskor meg akár két-három ember között is beindul üres területre, hát ha megjátszák. Egyelőre még olyan nagyon használható labdát nem kapott, hiába mozgott befelé. Ez nagyon szoros az őrzés, amit biztosítanak számára a vendégek. Egy esés, ezért sehol nem adnak 11-es, megyes azért megpróbálta. Ez pedig pontatlan labda Adamcsek irányába. Mergöl kirúgása következhet. Kollégája Hásfalvi a 16-oson kívül. Egészen előre húzódva nézi a társakat, ki merre mozog. Instrukciókat is ad a leghátsó embereknek, hogy kinek merre kéne helyezkednie. Ez most Kovácsé lett, de csak Kékesihez tudta fejelni. Aztán a másik Kovács, Kovács Milán tette tovább. Most már egyre többször van üres terület a soroksári térfél közepén, ott esetleg meg lehetne indulni. Nem mondom, hogy ketté szakad a pálya, de az első fél időben ez nem volt annyira jellemző, hogy ilyen könnyen be lehetett volna játszani területet. Egy jó passz lett volna visszafelé Madarásztól. Lefülelték a védők. Egy keresztpassz. Azt még nem sikerül elcsípni, de utána aztán bizonytalankodnak a vendégek, és így újra megvan a labda a Gyirmótnak. Madarász. Kovács. Most mintha beszorulna a soroksár ezekben a percekben. Mint amit a kézilabdában egy fal előtt járatja a labdát a sárga mezes csapat. Madarász, éles a szög. Inkább csak alányes, egyfejes, megpattan egy védőn is, ettől aztán lelassul. Ebben is talán több volt. Abból az éles szögből Madarász már nem akarta ellőni. Inkább picit alá bökött. A fejesben meg nem volt igazán erő. Talán ha direktben kapura megy, Mergül akkor is simán fogta volna. Így meg, hogy még meg is pattant egy védőn. Tulajdonképpen oda a helyzet, de újra eljut helyzetig a Gyirmót. Alábecsültem a nézőszámot az első félidőben. Én 200-ra satszoltam, ahogy szembenéztem. Igaz, akkor még nem voltak ennyien az első percekben. Lehet, hogy többen késtek, de a hivatalos nézőszám 525 fő. Természetesen az alattunk helyet foglaló vendégszurkolókat nem tudjuk megszámolni. Őket nem látjuk. Egy ütközés. Kovács előbb föl kell. Milyen igaza van, mert hogy hozzákerül a labda. Aztán Lovrencsics is a földön, de ő is feltápászkodik. Azt hiszem rájöttek a játékosok, hogy ebben a félidőben nem reklamálni kell, el kell kezdeni focizni. Aki a földön van, inkább gyorsan föl kell. Az előbb ugye ezt csinált a Kékesi is saját térfélen, amikor nem kapta meg a szabadrúgást. Dobos. Dobos lefordul és lő középre. Hásfalvi kicsúszik a kezéből. Hát nem féltette magát a kapus. De robbant egy ember középen a labdára, ami Hásfalvi kezéből kicsúszott, aztán lepacsiznak, de hát van lélek jelenléte a Gyirmót kapusának. Nem féltette a kezét. Korozmán volt az, aki nagy lendülettel érkezett, de nem csaptak végül is össze. Egy passz befelé. Nincs váltás Szegi és Adamcsek között, a labda Adamcseknél maradt, aztán most Meggyes. Szegi megjátszható lenne, Adamcsek, hogy Dobos Ink vagy Meggyes az, aki inkább emelt vesztére. Igaz, Adamcsek két ember mögött helyezkedett, nem lett volna megjátszható, de ez a beadás így rossz. Kár érte, mert minthogyha megjöttek volna a helyzetek. Negyed óra elteltével a második fél időben volt komolyabb lehetősége most már a soroksárnak is és a Gyirmótnak is. Ez azt jelenti, hogy eljutnak az ellenfél 16-osáig, azon belül is tudják birtokolni a labdát. Ott még azért egy-egy hiba közbe csúszik, de ha így indult volna a meccs,
ilyen felfogásban és ilyen játékkal könnyen lehet, hogy már mindkét oldalon láttunk volna gólt vagy gólokat. De még egy jó fél óra előttünk lehet. Csörgő oldalra, Hudák. Kovács, ő is elindulhatna, nincs előtte senki. Szegit választotta. Kovács csak visszabólint. Madarász elő kiteszik oldalra. Lovrencsics messze pattant tőle. Segítenek a társak. Dobos. Dobos befelé húz. Szegi mellett. A passza pontatlan. És a csereként beállt Soltész indulhatott volna meg. Lányi hátra. Kovács körülnéz, hát nagyjából azt látja, hogy nem mozog senki, bár Meggyes megjátszható lenne itt a felező vonalnál. Elég messze vannak tőle a fekete mezesek. Szegi. Most kapja Meggyes, még a vonal mellett megmenti. És Dobosról megy ki, úgyhogy dobhat a gyirmót. Szegi. Visszakapja a labdát a Soroksár. Szabálytalan bedobás. Viszont ritka szituáció, hogy így elvegyék egy csapattól a labdát egy bedobásnál. Most ez történt. Meggyes, Lovrencsics kicsit aláfordult, aláfeküdt, és lenn is marad a földön, aztán Meggyes. Nem volt egy szép jelenet, és nem volt sípszó sem. Meggyesnek kell összeszednie magát. Lehet, hogy a könyökére esett rá, nem is a hátára. Először úgy tűnt, mintha a levegő szorult volna bennek, olyan görnyedt testhelyzetben. Torzult el az arca. Most is a karját fájlalja még. Egyértelmű volt, hogy Lovrencsics aláfordult Meggyesnek. Ugye Lovrencsicsnek is vigyáznia kell, mert van már egy sárgája az első félidőből ütésért. Akkor megúszta a pirosat. És már minden megmozdulásánál észnél kell lennie az ellenfél csapatkapitányának. Házfalvi kicsiben oldja meg. Vigyék csak mezőnyben a többiek. Csörgötette oldalra Hudák. Megint viszonylag nyugodtan passzolgathatnak fölfelé a sárga mezesek egészen az ellenfél térfejének a közepéig. Mindig van üres ember, talán többet mozognak, és ezért lehet őket inkább megjátszani. De a rossz passzok azok még továbbra is jelentkeznek. Dobos forgat át. Használhatatlan a labda. Katona csalódottan fordul vissza. Volt mellett egyébként védő, de ez akkor is egy pocsék labda. Kovács. Madarász most éppen elindulna. Kovács tette előre. Kivágják a vendégek cifrázás nélkül, dobjon csak a gyirmót. Elég messze van ez az ellenfél 16-osától, onnan a felező vonal környékéről lehetett dobni. Csörgő. Szegi. Egyből teszi tovább, Meggyes. Talán most már jól van az előző esés után, de elválasztják a labdától. Nincs kint. Madarász nem tudott szerelni, ez a labda viszont nem jó Korozmánnak. Előnyösebb helyzetben a védők meg is oldják. Lányi volt, aki kihúzta oldalra. Soroksári dobás. A 20. percben járunk a második félidőben, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Van egy-két próbálkozás mindkét részről, de ordítóan nagy helyzet azért továbbra sincs. Sikerül kifejelni, kétszer is, mert hogy Meggyes is belebólint. Kovács menne zavarni, tulajdonképpen megoldották a sárga mezesek, mert belehibázik a Soroksár. Jó a lekészítés, ebből el lehet indulni, de négyen zárnak vissza a vendégek, sőt öten.
megint ez a masszív létszámfölény azért megvan. Madarász tette tovább, aztán Soltész is egyel tovább. Megint Soltész kapja, ő még friss erő. Csörgő. Soltész. Beteszi két ember közé, nagyszerű a visszapass, Soltész tisztára játsza magát, most teszi keresztbe. Még mindig lehet belőle valami, így már nem. Először úgy tűnt, hogy fejre teszik vissza, de mégis inkább lövés lett belőle, de jól szűrték ezt az akciót most a vendégek. Élénkül a mérkőzés, és egyre inkább érvényesül a Gyirmót akarata. Ez pedig lap. Korozmán Kevin sárgul be, a Soroksár 29-ese. Nyúlt mezért, karért, mindegy volt, hogy mit ér, csak vissza lehessen húzni az ellenfelet, és le is kapja őt a pályáról Lipcsei Péter vezetőedző. A helyén 68-assal Varga. Egy Korozmán biztos, hogy nem fogja begyűjteni a második sárga lapját. A túloldalon ballag le a pályáról. A helyén tehát 68-assal Varga Zétény István. Itt pedig Gyirmóti szabadrúgás jöhet. Két tagú a soroksári sorfal. Jöhet egy jó beívelés. Most jön befelé a labda, a védőknek lesz jó, de Szegi begyűjti. Ki oldalra Adamcsek irányába. Csak hátra lesz jó. Kovács. Madarász. Majdnem ő az utolsó ember, most érdekes látvány. Kovács. Átviszi Lovrencsicsen. A második emberen is áthámozza, csak oldalirányba megy most már, nem előre. Madarász. Felpörgeti, aztán egy ütközés. Kemény belépő volt. Német és Katona is próbálja magyarázni a játékvezetőnek, ez semmi nem volt. Madarász végül is megtartotta a labdát egy kiáltás árán. Ez még jó lehet. Egy lökés, most nincs sípszó, megjegyzem, ugyanilyen helyzetben az első fél időben a Soroksár pontosan azon a részén a pályának kapott szabadrúgást, ugyanekkora mértékű lökésért. Akkor a hazai közönség tüntetett, most is ezt teszik, csak azért, mert most elmarad a szabadrúgás, nincs sípszó. Csörgő. Az meg talpalásnak tűnt innen, ez is lap, Kékesi kapja. Lehet, hogy nem volt teljesen nyújtva a lába, de oda durrantott egyet Adamcseknek. Szaporodnak a sárga lapok a vendégeknél is, most már egyre több játékosnak észnél kell lennie, nehogy megkapja a másodikat. Adamcsek szedi össze magát. Ugye az első fél időben inkább a Gyirmót játékosai kaptak talán feleslegesnek tűnő sárgalapot. Most a Soroksár ebben felzárkózik. Hossi! Hossi! Visszafejelésre figyelek, Balázs! Visszafejelő labda! Eltelik egy perc, mire sikerül majd elvégezni ezt a szabadrúgást. Soltész maradt ott a labda mögött. Két tagú sorfal, Madarász mögöttük helyezkedik, és neki nincs embere. Most jön a labda, de nagyon kitekeredik oldalra, onnan sikerül még visszafejelni, az pedig sikerül már kitennie Kékesinek. Nem volt kinn ezek szerint. Igen, úgy tűnt, hogy talán a Soroksár jönne bedobással, de inkább kontrát vezethetnek a vendégek. Ez is egy lökés. Nem is igazán érti az ember, hogy ezeket miért lépik meg a játékosok. Annyira egyértelmű. Most is Varga, ahogyan fut a labda és az ellenfél mellett kiteszi a könyökét, ahogy leér a lába, azzal a lendülettel lök egyet az ellenfélre, aki természetesen ilyen helyzetben el fog esni. A játékvezető mindent lát, néhány méterre helyezkedik. Nem tudom, mire számított Varga, hogy ezt talán majd tovább engedik. A
megint szaporodnak a szabálytalanságok, jönnek a sárgalapok, hasonló arculata lesz a mérkőzésnek, mint volt az első fél időben. Még az első 20 percben még azért bizakodhattunk, hogy közönség szórakoztatóbb lesz a játék. Soltész, szép csel. Soltész még. Mindjárt fickándozik a pályán, ő még ugye annyira nem fárad, bár nem mindig jók a megoldásai. És egy szabálytalanság. Ugye sárgát reklamálnak a soroksáriak, de minden szabálytalanság után nem lesz, mert elfogynának az emberek a pályáról 90 perc alatt. Nem is volt ez rúgás igazából, csak emelte a lábát Soltész, amin aztán átesett az ellenfél. Nem rúgta meg a soroksári lábat. 71. perc, tehát kevesebb, mint 20 perc van hátra a mérkőzésből, továbbra is 0-0. Hát az elején pedzegettem, hogy nem lenne igazán indokolt az, hogy ez döntetlen legyen, mert mindkét csapat nagyon sokat nyerhet a három ponttal, hiszen akár három helyet is előreléphetnek a tabellán, akár a soroksáról, akár a gyirmótról legyen szó. Hát ettől függetlenül lehet, hogy a nagy akarásnak nyögés lesz a vége és pontosztoskodás. Egyelőre legalábbis nagyon így néz ki a helyzet. Lent marad egy soroksári játékos a füvön. Ápolni kell, most jelzi Bana Gergely játékvezető. Összekoccanhattak talán a fejek. Ártalmatlannak tűnő szituáció volt. Szóval ennek pontosztoszkodása vége az egy olyan viszonylag biztonsági szezon kezdet itt tavasszal mindkét együttes számára, de azt gondolom, hogy talán egyik gárda sem lenne vele elégedett, legalábbis akkor nem, hogyha a tabellára nézünk. Az egy másik kérdés, hogy egy ilyen hajtós, kemény meccs után majd a vezetőedzők hogy értékelik, ha esetleg tényleg ez lesz a vége. A Gyirmóton inkább érezni azt, hogy szeretne valamit kezdeni a meccsel, próbálkoznak, próbálnak támadásokat vezetni, de a soroksárnak is volt lehetősége. Nekik igaz inkább rögzített helyzetből, de ugye a korábbi házfalvi védés, amikor másodszorra sikerült felkapni a labdát végül is, az sem volt veszélytelen, igaz, hogy középre ment a löket. Tehát nagyjából az igazolódik be, amire számíthattunk, hogy két nagyon hasonló képességű csapat, akik a tabellán is nagyjából egymás környékén szoktak végezni. Kérdés, hogy mi az a pici, ami kéne, de taníthatóan az, hogy itt tényleg valamelyik csapatnak ahhoz hibáznia kell, nem is kicsit, hogy a másik azt ki tudja használni, és aztán eldöntse a három pont sorsát. De továbbra is a biztonság az első, és feláldozzák a játékot a küzdelem oltárán mindkét csapat tagjai. Csörgő. Kudák. Madarász. Egyből pörgetni oldalra, ez befuthatatlan. Azt nem mondom, hogy a fáradtság jelei mutatkoznak a játékosokon, tehát nem ez indokolja ezeket a hibákat, hanem egyszerűen minimális kockázatot sem vállal egyik együttes sem, tördelik a másik játékát, és nagyjából ez felemészti az energiát mindkét oldalon, pedig már csak bő negyed óra van hátra. Lesz-e hiba bármelyik oldalon, ami esetleg gólt eredményez? Jelenleg ez a kérdés. Szegi. Adamcsek két ember közé fut be, hát ha megint egymást fogják majd zavarni. Medgyes. Medgyes még. Szegi. Alá pörget. Legalább megmenteni sikerült. Szép a levétel, csak túl hosszú. Aztán egy szabálytalanság. Szabad rúgás kifelé. Ez a helyzet is oda. Pontosabban nem is helyzet. Inkább csak egy lehetőség, amiből helyzet lehetett volna. Harag nincs a két játékos között, meg helyzet sincs itt a 75. percben. A szabadrúgás pedig Mergül végezheti el. Érdekes a tabella, mert 9 csapat is van, amelyiknek eddig 17 lejátszott meccse van, pedig ez a 19. forduló, tehát a mezőny felének egyel kevesebb meccse van. Na most ilyen a Soroksár is, meg a Gyirmót is. Tehát ha esetleg mégis döntetlen lesz a vége, még mindig mondhatják azt, hogy egyel kevesebb meccset játszottak,
mint a többiek közül sokan, tehát lehet még javítani. De még egyszer mondom, nagyon sokat nyerhetne bármelyik együttes itt egy esetleges győzelemmel. Egy esés Adamcsektől, sípszó nincs. Visszafejelt labda van Krónertől. Ez egy egészen érdekes megoldás. Bal külsővel. Német, nem tudom mi volt a szándéka, valószínűleg kapura akarta tenni, csak nagyon rosszul találta el. És most is feltolva marad a védekezése a soroksárnak. Megpróbálják megszállni a Gyirmót térfelét, hogy ne tudjon megindulni a hazai csapat. De aztán most, ahogy jön előre a labda, mégiscsak visszább zárnak a feketemezesek. Nem támadják le saját térfelén a Gyirmótot. Ugye nincs már fönn a pályán Kicsun, akinek a gyorsaságát ilyenkor ki lehetne használni, hogy cikázon az ellenfél játékosai között. Madarász pedig egyre inkább visszavontan játszik. Inkább a védekezésbe segít be, és hátulról próbál osztogatni, szervezi a játékot. Így ő sem megjátszható. Adamcsek egyszer-kétszer belép a védők közé, vagy éppen Meggyes. És megint jönnek ezek a furcsa faltok, amikor kibontakozna egy Gyirmóti akció, egy soroksári játékos a földön, és szabadrúgás kifelé. Érdekes védekezési taktika, de működik egyelőre. És akkor újra Mergel. Hosszú labda előre, hát így lesz jó, hogy a Gyirmótiak visszafejelik az ellenfélnek. Aztán Kovácsék egymás közt megoldják. Szegi. Most megint, mintha előrébb maradnának a fekete mezesek, hát ha sikerül labdát szerezni, de Kovács ismét megoldja. Itt azért viszonylag nehezen billentik ki a lelki békéjéből, de rossz a labda, amit visszakap Szegitől. Így aztán csak visszaszerzi a soroksár, és dobhat. Többen bíztatják az övéiket a pályán, mint Gyirmóti, mint Zsoroksári oldalról. Van, aki még érzi magában az erőt, meg az energiát, vagy éppen azt, hogy itt az utolsó 13 percben döntésre kéne vinni a dolgot. Látványos a mozdulat, csak haszontalan a csereként beállt Varga volt az, aki sarokkal passzolta előre. Kovács. Szegi. Ezúttal pontosabban, mint az előbb, és ez Kovácsnak még jó is lehet. Van érkező ember, de nem lehet kiengedni, mert Kaján már korábban belestukkolt egyet, ugye szöglet lett volna belőle. És így is az lesz, mert az alapvonalon ment ki a labda. Soltész fogja elvégezni a sarokrúgást. Egy esés a 16-oson belül, megint némi közjáték. Meg egy kis kakaskodás, lögdösődés, ez nem foci, amit most látunk. Tényleg kemény a meccs, de mindkét együttes focizni jött. Gólt akarnak szerezni, 3 pontot akarnak szerezni, ezzel csak az idő megy. Időhúzásnak ez ugye annyira nem tudható be, mert ez a szöglet úgyis el lesz végezve, 11,5 perc még hátra van, nem igazán érti az ember, hogy miért van erre szükség, biztos, hogy nagy a feszültség a pályán, de ezeket az energiákat nem ebbe az irányba kéne mozgósítani. Inkább egy sprintbe, egy cselbe, egy lövésbe, bármibe, aminek köze van a játékhoz, ez csak cirkusz. És akkor Soltész talán már le is merevedett kicsit ott az oldalvonal mentén. Sípszó után esik a gól, teljesen felesleges tüntetni a játékvezetőnél. Több másodperccel a fejes előtt már felharsant a sípszó. Úgyhogy meg kell ismételni a szögletet Soltésznak. Ennek az okát pontosan nem tudom, de többen neki rontottak a játékvezetőnek ott a 16-oson belül. De tény, hogy már előtte sípolt, le is állt a teljes soroksári védelem, ezért lett gól. Soltész ismétel, megint egy esés középen, fekete és sárga mezes játékos is a földön, és közben csere, idegnyugtató szándékkal, 8-as, 22-es,
Tehát Borbé Bence érkezik Dobos Áron helyére a Soroksárnál. Második változtatás a Lipcsei Péternek a mérkőzésen. Igyekszik frissíteni az utolsó 10 percre. Most még annál is kevesebb a folyamatos játék, mint amikor panaszkodtam, hogy nincs folyamatos játék. Most már tényleg van lögdösödés, kakaskodás, megismételtetett szöglet. Nincs igazán üteme a meccsnek. Nézői szempontból sem egyébként, azt gondolom. Persze ezt mindenki feledné, hogyha kedvencei berámolnának egy gólt, és behúznák a három pontot, legyen szó akár a Soroksáról, akár a Gyirmoltról, mert annyira azért nem közönségszórakoztató a meccs, de a három pont azt felettetné mindenkinek a bánatát, azt hiszem. Kovács megugrasztja az ellenfelet, de nem ível. Aztán most a másik Kovács teszi tovább, Kovács Dominik. Ebbe pedig nem ért bele senki a soroksáriaktól. Egyszerűen egy rossz paszt láttunk, dobhatnak a vendégek. Most már belül vagyunk az utolsó 10 percen. Most inkább indokolt lehet egyébként némi hosszabbítás, hiszen volt ápolás. Ebben a játék részben az első fél időben nem sokat hosszabbított a játékvezető. Ott megvárt egy szögletet, aztán le is fújta. Nagyjából fél percet tett rá az első 45-re. Most pedig Csörgőnek kell kibólintani a oldalra, nehogy nagyobb baj legyen. Borbé dobna. Csak nem onnan kell, akkor meg már el sem végzi. Ott hagyja inkább Kajánnak. Kaján várna némi mozgást a társaktól, és mivel ők nem mozognak, oda dobta Dobosnak, de megint saját magát hozza nehéz helyzetbe a Gyirmolt, ugyanis a bedobás simán megtalálta Dobost. Ha kivágta volna, azzal is többre mennek, inkább megpróbálták megjátszani, labdavesztés lett a vége. Marad a labda a Soroksárnál, és a Soroksár marad a Gyirmolt 16-osa környékén. Beívelése teljesen jó a szög. Két tagú lesz a sorfal. Most fordult vissza Soltész, hogy mit mond neki Hársfalvi a kapuból, hova helyezkedjenek, a labda mögött pedig, mert szintén csereken beáll Borbé. Most tekeri oldalra. Ugyanaz csak Pepitában, kialakulna egy helyzet. Két játékos a földön, mindegyik csapatból egy-egy, és szabadrugás kifelé. Megfulladnak a helyzetek ezen a mai meccsen. Mire valami kialakulna, addig, amíg van egy szabadrugás. Kovács még mindig van energiája keresztbe futkározni a pályán. Mindig van egy ember, aki mellett meghúzza. Most Lovrencsicset hagyta ott. Ez pedig egy nagyszerű lefordulás Medgyestől. Most területet nyert Medgyes. Még mindig ott már nem nagyon lehet bántani. Egy szögletet tud kicsikarni belőle. Bátran bevitte három ember között. Lőni nem tudott, mert folyamatosan zárták a szöget. Azt vártam, hogy lesz-e valaki, aki esetleg odapiszkál neki láb környékére, mert biztos, hogy elesett volna, és esetleg egy 11-est összehozhatott volna itt a 84. percben, de észnél voltak a védők. Ez a szöglet meg használhatatlan. Simán kifejelik. Egyből vissza. Flash. Szabad rúgás kifelé, csak a változatosság kedvéért. Ha éppen az ember tanácsára lenne, hogy mi történik a pályán, akkor a szabadrugás kifelé ez egy viszonylag gyakori szituáció. Most is ez történik. És megint Mergül fogja elvégezni, de hármas csere. 21-18-29, vagyis Molnár, Hajdú és Erdei is a pályán. Komoly frissítés, tehát lejön Adamcsek, lejön Madarász, és lejön Kovács. Négy változtatás tehát összesen.
Tamási Zsolt nem aprózza el, egyszerre hármat cserél, hát ha sikerül vele összezavarni az ellenfelet. Hát nem az ellenfelet sikerült ezzel összezavarni, hanem inkább a hazai gárdát, mert hogy kis hián egy óriási soroksári helyzet bontakozott ki. Elbizonytalanodtak egy kicsit a sárga mezesek ott hátul, a 16-oson belül. Talán ha Varga egy kicsit határozottabb, akkor több mindent kihozhatott volna belőle. Így azonban nincs igazi helyzet. A háló tetejére hull a labda. Hársfalvi félig már egyébként verve volt, de nem tudta befejezni az akciót a soroksár. És most már tényleg inkább a rögzített helyzetek jelenthetnek majd veszélyt. A Gyirmót most éppen újra szögletet végezhet el, akkor pedig jön Soltész, mint az ügyeletes szöglet végrehajtó. Jön befelé a labda, hosszúra sikerül visszafejelni, ott azonban nincs sárga mezes. Soltész akár újra ívelhet, ha úgy gondolja, kifelé húz Soltész, megtolja még egyszer, tisztára játsza magát, jön a labda hosszúra, van visszafejelés, és van egy fekete mezes, aki középről ezt kibólintja. Hajdú, Meggyes, Soltész, sokat van most játékban, nem is Soltész volt az, bocsánat, Molnár János, aki csereként állt be, az elmúlt percekben első labda érintése volt a Gyirmót 21-esének, ez Kovácsról levágódik, kicsit útban a játékvezető is, őt is meg kellett kerülni, ez pedig egy sárgalapos megmozdulás. Molnár besárgul. Hát azt nem mondom, hogy ezért küldte föl a pályára Tamási Zsolt vezetőedző, de ez is benne van a pakliban. Meg kellett állítani a kibontakozó soroksári támadást, amiből egyébként nem láttunk túlzottan sokat, főleg abból nem, hogy tempóból vezetni rá a labdát a gyirmóti védelemre a vendégegyüttes. Hát ez most sem történt meg. Kaján végezheti el a szabadrúgás, belül vagyunk most már nem csak az utolsó öt, hanem lassan inkább az utolsó három percen, bár ha rátesszük a hosszabbítást, akkor az öt talán helytállóbb. Védők mögé visszatett labda, megint a Gyirmót oldja meg a soroksárnak, nem sikerül bent tartani. Csörgő, húzódik vissza mindenki a vendégek közül, úgyhogy Csörgő előtt nyílik a terület. Kicsit dadog a labda. Meg ide-oda pattog a két csapat játékosai között. Ismét helytálló lesz az, amit korábban már mondanom kellett, hogy három passznál többet nem nagyon csináltak meg, de ötnél többet meg szinte egyáltalán nem hosszú perceken keresztül a mérkőzés bizonyos fázisaiban. Csörgő. Szegi megjátszható. Soltész. Igen, nagy a népsűrűség ott az oldalvonal mentén. Végül is a Gyirmóthoz kerül vissza. Kicsit hasonló a helyzet, mint az első félidő utolsó perceiben volt, amikor a soroksár már csak azzal volt elfoglalva, hogy a Gyirmót semmit ne tudjon kezdeni saját térfélen. Már nem próbálták meg kihozni a labdát, nem próbáltak meg akciót vezetni, csak rombolták a gyirmóti próbálkozásokat. Most is valami hasonlót látunk. Meg egy nagyon rossz paszt. Meggyes tulajdonképpen megoldotta a soroksári védekezést ezzel a rossz átadással. Így a labda visszakerül a vendégekhez, lehet egyet fújni. Megint eltelhet egy fél perc, és lassan letelik a 90. is. Kár érte, mert úgy tűnt, hogy kezdi fokozni megint a tempót, a Gyirmót, egyre gyorsabban jár a labda, egyre több a mozgó ember az ellenfél 16-osának előterében. Igaz, hogy ebből sem láttunk túl sok helyzetet kialakulni az eddigi 90 perc alatt, de a labdavesztés után meg erre abszolút semmi esély nincs. Szegi. Leteszi négy ember közé, Kovács. Szegi menne a szélen, így lesz jó neki. Német nagyon szeretett volna dobni, de hát róla ment ki. Tulajdonképpen oda tette tovább a labdát, ahova a gyirmótiak is szerették volna Szegi irányába. Gyirmóti dobás, fél perc van hátra a 90-ből. Nagy bedobás,
egészen az ötösön belülre száll, de ott Lovrencsics az úr sokadik alkalommal fejeli már ki. Szegi elesik, megkapja a szabadrúgást. Itt mosolyog csak az ember, mert nagyon látványos volt az esés, és ugye hasonló belépőjét a 16-os túlsó csücskénél nem kapott szabadrúgást a Gyirmót. Ezen már persze kár fanyalogni, meg kár morogni rajta. Érdekes, hogy ami az egyik helyen mondjuk szabadrúgás, az a másikon nem. 3 perc a hosszabbítás. 2 tagú sorfal hátrál egészen Bana Gergely játékvezetőig, a labda mögött pedig Soltész. Itt már minden hibának óriási jelentősége lehet, de első a biztonság, ez is teljesen egyértelmű, kockázatot senki nem fog vállalni, de most helyzeti előnyben a Gyirmót. Ezt most már gólra kéne váltani, mert nem biztos, hogy lesz hasonló helyzet vagy lehetőség a hátralévő 2 percben. Soltész emeli, át a hosszúra sikerül visszafejelni, az meg nem tudom, hogy kéz volt-e vagy nem, de még mindig ide-oda pattog a labda, és benn van, és benn van, és bejön a hiba, és bejön a hiba. És most már nem kell azon morfondírozni, hogy a soroksári védő melyik testrészével ért hozzá akkor, amikor szinte a gólvonalról állított. Mert megvan a slusszpoén a hosszabbítás perceiben. Nem a legnagyobb helyzetből, nem a leglátványosabb helyzetből. Olyan ez a gól, mint amilyen az egész meccs volt. Ütközni kell hozzá, lögdösödni kell hozzá, oda kell érni, és valahogy be kell gyömöszölni. Nem számoltam, hogy hányadik labdaérintése sikerült a hálóba juttatni végül a játékszerre, olyan 4.-5. Hogy 2-3 védőről egymás után lepattogott, az biztos. Az sem látszott egyértelműen, hogy ki volt a gólszerző. Hát ezt a 3 pontot így most már itthon kell tartani. Teljesen egyértelmű. Mint a Lányi Bence nevét mondták volna, így van, 5-ösen Lányi Bence a gólszerző, aki eddig inkább azzal vétette észre magát, hogy rengeteget küzdött, és ugye hányszor nem kapott szabadrúgást, amikor megérdemelte volna. Ez a gól, ez most igazságot szolgáltat Lányinak is, mert biztos, hogy pozitív emlékei maradnak erről a meccsről. És hát a Soroksár 1 góllal tudott nyerni ősszel otthon. Ugye könnyen lehet, hogy helyreáll az egyensúly ebből a szempontból is. Ahogy mondtam, 2 nagyon hasonló felépítésű, nagyon hasonló képességű csapat. És akkor így 50-50%-ban megosztoznak az idei teljesítménye. 3 pont itt, 3 pont ott, 1 gól itt, 1 gól ott. De ehhez még azért energiákat kell mozgósítani a Gyirmótnak, mert a Soroksár megpróbál még előre jönni, kapnak egy szabadrúgást visszamenőleg. Jelzem, a beígért 3 perces hosszabbítás 5 másodpercen belül letelik. Ez itt a kijelzőn nem látszik, a nagy kivetítőn, de kézi időméréssel azért orvosoljuk ezt a problémát. Szóval a 3 perc letelt, innentől már csak Bana Gergely játékvezető múlik az, hogy mennyit fog hosszabbítani. Jön befelé a labda, talán az utolsó lehetősége a vendégeknek. Lovrencsics még megpróbál lövőhelyzetet kialakítani magának, ez levágódik. Bárhova el kell onnan már tenni, nem kell cifrázni, inkább el kell rúgni, nehogy úgy járjanak, mint az előbb Medgyesnél, hogy visszaadja a labdát a Soroksárnak, már pedig most ez történik. Ársfalvi erre ráfekszik. Jól megnézi a labdát, jól megnézi a hazai gyepet. Az 5-ös vonala a helyén van, mindenki megnyugodhat. Kirúgja-e kézből? Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Talán még egy sárgát is kockáztatna időhúzásért, csak hogy meglegyen végre a 3 pont. Na, meddig engedi még Bana játékvezető ezt a találkozót? Ez föl a levegőbe. Eddig 90 percen keresztül nem bírtak egymással a csapatok, bár nagyon küzdöttek, nem volt egy jó meccs, és a hosszabbítás hozta meg azt az egyetlen hibát, amiből aztán Lányi gól tudott szerezni. Egy pici megingás elég volt, 2-3-szor is lepattogott a labda a soroksári védőkről a gólvonalon, de mindig volt egy 3.-4. ember, akihez visszakerült.
és kinkeservesen ugyan, de sikerült Lányinak benyömöszölni ezt a gólt, ami az első találata volt egyébként az idei bajnokságban. Ő is megérdemelte, mert nagyon sokat küzdött, és talán ennyivel többet akarta, jobban akarta a Gyirmót ezt a győzelmet, mint a Soroksár. Nem volt mindig szép mérkőzés, láttunk olyan pillanatokat, ami talán borzolta a kedélyeket, de a három pont mindent felettetni fog a hazai szurkolókkal, azt gondolom. Így aztán három helyet lép előre a tabellán a hazai csapat, és a hatodik helyről várja majd a folytatást a 20. fordulóban. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. 1-0-ra tehát nyert a Gyirmót hazai pályán a Soroksár ellen. A viszontlátásra, viszonthallásra.